az alkotás, amely engem leginkább megfogott, a Lelkünk körül, a Szakralitás terei és tárgyai című teremben található. Ez a mű pedig ifjabb Szlávics László Nehéz óra című alkotása. Én az óráknak mindig is nagy szerelmese voltam. Mindig is nagyon érdekeltek, főleg a karórák, zsebórák, de talán kettő karórám van nekem is, azonban egyelőre még nem tettem túl nagy kincstárra szert ebben a térben. Van. Az idő nekem most, főleg, hogy érettségire készülök, nagy jelentőséggel bír, hisz általában nagyon kevés van belőle, és próbálom a lehető legjobban kihasználni, ami van. Mikor megláttam, azonnal egy történetet kezdett el nekem mesélni. Ez a történet pedig egy viktoriánus korbeli angliai nyomornegyedben élő család története volt, ahol mintegy a falba ágyazva állt ez az óra. Egyszer felgyulladt ez a ház, eloltották a tüzet, azonban az óra elromlott, megállt. Viszont a család ezt nem vette észre, hisz az ő életükben az időnek semmi jelentősége nem volt. Ez a probléma ma is rengeteg embernek, családnak az életében jelen van. Ez az óra lényegében számomra ezt szimbolizálja, a monoton, szürke mindennapokat élő emberek szerencsétlen sorsát.